Köszöntöm nézőinket! Önök a DSTV Pro Art című kulturális magazinját látják. Múlt szombaton egy nem mindennapi eseményen vehetett részt stábunk. A gyülekezeti disznótor 2.0 részeként a református egyházközség tagjai vágtak le egy 265 kilós sertést. A szorgos kezek munkáját kis túlzással végigkövettük, a perzseléstől egészen a feldolgozásig. A régi hagyományokat ápolva, szombaton hajnali 4 órakor Baracson kezdődött a gyülekezeti disznótor résztvevőinek napja. A református egyházközség tagjai egy 265 kilós sertésért utaztak, amelyet a szúrást követően a református templom kertjébe szállítottak. Itt a szorgos kezek el is kezdtek foglalatoskodni az állattal, a forrázást követően pörzsölték, majd alaposan megtisztították a szőrtől és szennyeződésektől a sertést. A böllér szerepét Horog László vállalta, s ő számolt be a feldolgozást megelőző munkafolyamatokról. Hajnal 4 órakor kelt a társaság, ugye el kellett mennünk a gazdához a hízót elhozni. De a szúrás az Baracson történt a gazdánál. Ami nagy munka volt, hogy a mérlegelésnél 265 kiló volt a szép súlyjal. Hát ezt azért a utánfutóral, meg a forrázó teknővel beletenni nem volt egyszerű művelet, de megoldottuk, és Baracsról szállítottuk ide, a templomkertbe. A többi munka az már itt folyik. Hát azzal kezdődött ugye, hogy a forrázással, forró vízzel forráztuk, és amikor ez megtörtént, a teknőből kiborítottuk. A utánfutó raklapján rajta van még, a pörzsölésen már túl vagyunk. Amikor a pörzsölés megtörténik, akkor utána következik a tisztítás, mosás, kefével, kaparó eszközökkel. Szép tisztára mossák a fiúk, és utána következik majd a bontás. A bontás után bent további bontás, szortírozás történik, a hurkának, a kolbásznak, valónak a különválasztása, a hurkaféléknek az abálása az üstházakba. Hát egy ekkora állatnál 265 kiló, három üstházzal fogjuk ezt végezni, és a darálás, a kolbásznak valónak a darálása, a hurkának való darálása, és akkor a töltése. Hát a reggeli az azzal kezdődik, ugye a szokás szerint, hogy a pálinkával, a forradborral, ez már hagyomány, és a legelső, amit kóstolni lehet, az a sült vér, hagymás sült vér, amit az asszonyok már készítenek. A kora délutáni órákban az előkészítést követően a sertés útja már a garázsba vezetett, ahol megkezdődött a feldolgozása. Az asszonyok először hagymás vért sütöttek, majd ahogy a hentes szerepét vállaló Annus Ferenc elkezdte lebontani az állatot, más-más végtermékek előkészítése következett. Az állat minden részét felhasználták, így sült vér, tepertő, a belsőségekből hurka, a húsok egy részéből pedig kolbász lett. Utóbbira készültek is, hiszen főként sütnivaló kolbászt szerettek volna készíteni az állatból. Gyakorlatilag mi most teljesen feldolgozzuk, tehát kolbász, hurka készül belőle, illetve némi olyan húsnak, illetve csontos résznek az értékesítése a gyülekezeten belül, amit nem tudunk belerakni se a levesben, se a sültekbe, se pedig a kolbászba. Tehát így bontjuk, de zömében inkább hurka és kolbász készül. A hurka a belsőségekből, a kolbász a szárazabb, zsírosabb húsokból, némi szalonnával megspékelve. A hurkát azt a belsőségekből máj, lép, vese, tüdő és hasonlók, illetve a véresebb húsokból rakjuk össze rizssel, ahogy beszélgettük előtte, hogy abáljuk a termékeket, ezeket a dolgokat. Az abálás az ugye egy meleg vízben egy ilyen hőkezelés, előfőzés, a boltban úgy találkoznál vele, hogy előfőzött termék, és akkor ezeket az előfőzött termékeket a végén összekeverjük, és elkészül a hurka alap. A kolbásznál ugyanez, fölvágjuk, csíkozzuk a húst, utána daráljuk, csak a húst daráljuk, és zsírosabb, szárazabb résszel, utána megtörténik a bekeverése, és ezt is különböző méretre töltjük a kolbászba. Mi itt inkább kolbászt csinálunk, csak lehetne belőle hosszú
hát big szaláminak hívják, tehát szalámit is készíteni, vagy más fűszerrel, akár ilyen finom terméket is. Mi inkább a sütnivaló kolbászt tesszük, tehát még csak nem is füstölésre, hanem sütnivaló kolbászt csinálunk. Teszünk bele bőr nélküli szalonnát, teszünk bele szárazabb, illetve zsírosabb húsrészeket. Itt most gyakorlatilag mondhatom azt, hogy mindent. A minden azt vegyük úgy, hogy az értékes részeket nem, tehát egy tüskepecsenyét, egy rövid karajt, ezt nem tesszük bele, de az összes többi húst azt vágjuk és dolgozzuk befelé a kolbászba. Meg a megfelelő résszel, hagyma, fokhagyma, piros paprika, só, tehát a böllér ízesítése szerint, ahogy ő jónak gondolja, azt szerint csináljuk. A finomságok egy részét a helyszínen fogyasztották el, illetve az egyházközség tagjai is kaptak az ételekből a vasárnapi istentiszteletet követően. A húsok egy részét értékesítették. A lényeg az volt, hogy az állat minden részét feldolgozzák. Lesz tepertő. Természetesen, hogyha sütöd a zsírt, akkor ott marad a tepertő. A tepertőt azt ittben ilyen szeretett vendégség keretében a gyülekezet tagjai kapják. Marad zsír, ez a szalonna rész, kolbász, húrka, és azok a nemesebb részek, tehát csülök, rövid karaj, mert arra bontottam, rövid karaj lett értékesítve, illetve a főzni való csontos húsok, tehát az orja és hasonlók. Megoldalas. Sztájegységenként változik. Ugye mi úgy bontottuk, hogy úgynevezett hastokon, tehát fektetve volt bontva a disznó, ez más területen rénfával föllógatva úgy bontja, van aki a hátáról, van aki a hasáról, nem lehet standardet mondani, tehát az, ahogy megszokta. Tehát, hogyha lenne három böllér, mind a három böllér máshogy tenni, a mi böllérünk az a hátán fekvő disznót a hasa felől a sonkáinál kezdi, és így megyünk tovább. Több fajta van. Ténylegesen ha most összeszámolod, lehet, hogy minden böllér másra esküszik. A lényeg a leglényegesebb, hogy a végén eltűnjön akár a rénfáról, akár a hastokról a disznó. A délutáni elfoglaltságok alkalmával lehetőségünk volt beszélgetni Ceglidi Péter Pál református lelkipásztorral is. Elmondta, immáron második alkalommal került sor Dunaújvárosban erre a régi magyar hagyományra, amelyet az egyházközség is ápol. A hagyományőrző jelleg mellett a munkafolyamatok már-már családias hangulatot varázsoltak a hétvégén. Ez már a második alkalom a gyülekezetnek az életében, de az enyémben nem, az előző szolgálati helyemen Debrecen mellett három gyülekezeti disznótorunk volt, és én onnan hoztam ezt a hagyományt, vagy ezt a szokást. Én azt gondolom, hogy ez a magyar kultúrának egy szerves része, és e köré össze tud gyűlni egy gyülekezet, közös munkavégzés van, közösen dolgozzuk fel az állatot, étkezés, és hát természetesen azok a gyülekezeti tagok, akik nem tudnak itt lenni, utána ők is kapnak egy kis kóstolót a tepertőből vasárnap, délelőtt az istentisztelet után, és hogy ilyen módon mindenki részese ennek az alkalomnak. Minden héten nincsen azért elég nagy, hát egyrészt logisztika is, nyilván viszonylag sok embert mozgat meg maga az alkalom. Azt gondolom, hogy az a tény, hogy egy gyülekezet ezzel el tud boldogulni, egy sertést fel tud dolgozni tulajdonképpen egy nap alatt, az mindenképpen arról árulkodik, hogy ez egy vitális közösség, itt is minden segítő gyülekezeti tagunk, barátunk, aki kapcsolódik a közösséghez, úgyhogy hát nyilván évente egyszer megrendezzük, megtartjuk, de igyekszünk ezt a szokást, ezt a jó szokást megőrizni. Tulajdonképpen a gyülekezet az olyan, mint egy nagy család, így is tekintünk rá, így is fogalmazzuk meg önmagunk számára a gyülekezetnek a lényegét. Itt Krisztus a testvérünk, testvérek vagyunk Jézus Krisztusban, az Atya pedig, ami Teremtő Istenünk, tehát itt valóban egy család gyűlik össze, és hát abból azt gondolom, hogy ti abszolút sokat kaptatok, éreztetek, hogy itt egy ilyen családias légkör van. A disznóvágás egyébként bárki számára nyitott volt. Ceglidi Péter Pál elmondta, nem csak a reformátusokat várták. Az eseménynek nincs vallási vonulata, hiszen tényleg egy régi magyar szokás előtt tisztelektek. Az pedig, hogy ezt milyen sikeresen és jó hangulatban tették, már csak habatortán. Az egyik Debrecen melletti kollégám mondta, hogy a disznótort nem kereszteljük meg, tehát hogy ennek nem tulajdonítunk semmiféle misztikus vallási jelentőséget, hogy akkor most miért pont disznótorozunk, mert magyarok vagyunk, és reformátusok vagyunk, és hogy ez egy olyan magyar szokás, amelyünk köré egy közösség tök jól tud szerveződni, úgyhogy hát igazából ez egy
hagyományőrzéssel egybekötött gyülekezeti nap, ahol együtt munkálkodunk, tehát mindenféle teológiai, mélyebb mondani való nélkül. Hiszen ez egy olyan alkalom, amire nem csak a gyülekezet tagjainkat hívjuk, tehát lehetett rá regisztrálni, bárki regisztrálhatott, ingyenesen regisztrálhatott, és eljöhetett, részt vehetett, ehetett, ihatott velünk együtt. Tehát ez nincs lekorlátozva, nyilván a nagyobb platform az a gyülekezet, ahol hirdetjük, de egyébként ez egy köznyilvános esemény, tehát mindenkit várunk bármikor nagy szeretettel, hogyha a hagyományért jön, akkor azért, hogyha pedig azért, hogy talán egy kötetlen módon beletekintsen a református közösségnek az életébe, akkor itt a lehetőség, hogy ennél kötetlenebb formában nagyon nehéz már velünk találkozni. Mind a reggeli, mind pedig a délutáni hangulat és életképek alapján kijelenthető, a disznóvágás jól sikerült. Ceglédi Péter a pász szerint jövőre biztosan folytatódik ez a hagyomány. Egy könyvbemutató helyszíne volt az evangélikus templom a közelmúltban. Vesztergán Miklós író, tárogató művész első alkalommal mutatta be az újonnan írt harmadik, s már ezzel együtt a korábban készített alkotásait. Gondolatok a magyarságról, Magyarországról, tárogatójátékkal színesítve. Tárogatójátékkal nyitotta, s tárogatójátékkal zárta könyvbemutatóját Vesztergán Miklós író, tárogató művész. Az alkotó egy könyvbemutató apropóján látogatott el Dunaújvárosba, ahol elsősorban harmadik kötetét s annak tartalmát mutatta be az érdeklődőknek. Alkotásában többek között az önző és önzetlen szeretet közti különbséget elemezte s mutatta be. Ehhez kapcsolódóan pedig több fontos és érdekes, a magyarsághoz köthető gondolatot is fejtegetett. Most éppen a harmadik könyvemről lesz majd egy könyvbemutató, sőt, akkor most büszkén azt is elmondom, hogy ez az első könyvbemutatóm, amit a harmadik könyvemről tartok, és hát ide várjuk az embereket, és hát egy beszélgetés, és hát a könyvnek a címe az, hogy harmadik lépcsőfok az önzetlen szeretethez, és hát olyan dolgokat próbáltam körbejárni, amivel úgy érzem, hogy ma sok problémája van az emberiségnek. Tehát először is, hogy mi az önző és önzetlen szeretet közti különbség, mert ez összetéveszthető, pedig éppen az ellenkezője egyik a másiknak. Aztán egy pár fogalmat próbálok megfogalmazni, mi a megbocsátás, mi az alázat, mi a tudatváltás, tehát hogyan kellene visszatalálni önmagunkhoz és kilépni abból a mókus kerékből, amiben a világ belekényszerít bennünket. Aztán utána, hát nekem a Szent Korona az, ami az egyik nagyon fontos szívem csücske, tehát röviden leírtam benne, hogy mi a Szent Korona, annak az alap gondolatai. Aztán a kétféle szeretet kétféle világlátást is hoz magával, és kétféle politikai vetülete is van. Az egyik a demokrácia, a másik pedig a hierarchia, tehát a szakrális hierarchia, tehát ezt a két dolgot is összehasonlítom egymáshoz. Aztán a könyvnek a másik felében nagyon érdekes dologról írtam. Élt egy katolikus pap, Dombi Ferencnek hívták, aki közvetlen kapcsolatban volt Jézussal. Beszélgető viszonyban, magyarán szólva, és az emberek ezt megtudták, és kérdéseket írtak le neki, hogy akkor kérdezze már meg. És 10 évig jöttek a válaszok ezekre a kérésekre, és a Dombi Ferenc mindegyik kérdést és választ leírta a Hang című kötetekben, és hát ez majdnem 5000 embernek több mint 11000 kérdése és válasza, és ebből gyűjtögettem össze különböző témákra csoportosítva azokat az üzeneteket, ami egyébként nagyon-nagyon egyszerű, meglepő, szinte döbbenetes, hogy az ember azon gondolta, hogy miért nem így gondolkoztam én eddig. Tehát erről szól így végül is a könyvem, és bízom abban, hogy nagyon sok embernek sikerül még akár olyan kérdésére is választ kapni, amit még föl se tett magának. Bízom benne, hogy ezzel talán segítek sok embernek visszatalálni önmagunkhoz, meg visszatalálni a hitünkhöz. Minden ember teli van megválaszolatlan kérdésekkel, amire nem találja a választ, és mivel mindenki a saját szemszögéből vizsgálja meg az adott problémát, éppen ezért a valós választ is nagyon nehéz megtalálni. Ha megtanuljuk azt, hogy egy bizonyos szintű tudatváltás után már nem csak a saját szempontunk felől vizsgáljuk meg a problémát, hanem átfogó képet tudunk tenni, tehát elfogulatlanul tudjuk megvizsgálni, akkor egészen máshova jutunk, és akkor fogjuk megtalálni a választ rá. Én ebbe bízok, hogy talán
ez így sikerül sok embernek segíteni. Az író minden könyvében olyan témákat boncolgat, amelyek a történelmünk szempontjából fontosak. Eddig kettő könyvem jelent meg. Az elsőnek az a cím, hogy első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz, amiben a Szent Korona alkotmányát, az ősi alkotmányunkat próbálom meg egyszerűen, közérthetően megfogalmazni, ugyanis erről már 70 éve nem beszélnek és nem tanítanak sehol, és az embereknek a nagy része nem is tud arról, hogy egyáltalán létezik saját alkotmányunk, amire nyugodt szívvel kijelentettem, hogy a világ legmagasabb rangú alkotmánya. Tehát az első könyvemmel ezt próbáltam megfogalmazni, a másodiknak az a cím, hogy második lépcsőfok a szakrális királysághoz, ott pedig a valós múltunkat próbáltam összefoglalni, ugyanis ma úgy tanítják nekünk a történelmet, hogy Szent István a töréspont, tehát előtte volt a pogányság, utána a kereszténység és a királyság. És tehát itt teljes mértékű csúsztatás és félrevezetés, ugyanis én úgy gondolom, hogy három részre kellene a történelmünket legalább bontani ahhoz, hogy megértsük. Tehát Szent István előtt a szakrális fejedelemség, Szent István és Mátyás között szakrális királyság, és Mátyás után nem szakrális királyság. Na most jelenleg az utóbbi kettőt mossák egybe nekünk, és ez a két véglet, tehát abszolút a két ellentét egymásnak, és ezért nem tudjuk igazán értelmezni, hogy mi is a magyarságnak a valós múltja. Én úgy gondolom, hogy pont az első kettő, tehát a szakrális fejedelemség és a szakrális királyság, ami egymásnak a jogfolytonosai. Tudom, hogy ez nagyon sokan próbálják ennek az ellenkezőjét bizonyítani. Én úgy gondoltam, hogy én azt vizsgálom meg, hogy egy adott korban milyen törvények uralkodtak, és a későbbi idők ezt visszaigazolják-e. Ha igen, akkor az azzal ellentétes eszméket nem igazán tudom magaménak elfogadni, de én szeretem a tényszerű dolgokat. És ha az ember így elfogulatlanul vizsgálja meg Szent István, tehát úgymond keresztény térítést, hát akkor egészen másképp. Tehát egyébként nagyon egyszerű, mindenkinek azt javaslom, hogy olvassa el a Szent István intelmeit, és ha az alapján ugyanaz marad a véleménye, hogy Szent István egy vérgőzös, kiirtotta fele országát, és önkény uralkoló, stb., akkor azon el kell gondolkodni, hogy ez itt valahogy, és az intelmek 200 évig vezette az országot, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy ez egy kitaláció. A valósan megosztott hatalom gyakorlása a kulcsa tulajdonképpen ennek a gondolatnak, és az őseink is megosztott hatalomgyakorlást gyakoroltak, mert tudták, hogy soha nem szabad egyetlen ember kezében, egy földi ember kezébe teljhatalmat adni, mert az esetleg visszaélhet vele, nem biztos, hogy alkalmas rá, félrevezethetik, becsaphatják, megfenyegethetik, bármit lehet egy földi halandóval tenni, de hogyha a törvényeknek az alapjait egy isteni személyre bízzák, amit nem lehet megfenyegetni, megfélemlíteni, félrevezetni, és ez az isteni személy az, amit mi Szent Koronának nevezünk. Tehát, hogyha nem földi ember vezeti az országot, hanem gyakorlatilag a Szent Koronán keresztül maga a Teremtő Jóisten, akkor biztos, hogy olyan törvények fognak megmaradni, amelyek valóban a közérdeket képviselik. Tehát nekem ezért nagyon fontos a Szent Korona, és ezt, tehát még a harmadik könyvemben is leírtam röviden, mert ennélkül nem tudok egyszerűen írni vagy gondolkodni, mert nagyon fontos, hogy ez a lehető legtöbb emberhez eljusson ez a tudat, mert még egyszer mondom, 70 éve erről egyetlen szót nem beszélnek, nem tanítanak, a mai napig is. Az esemény apropóján Stermecki András evangélikus lelkész azt mondta, közösségük szoros kapcsolatot ápol Westergaam Miklóssal, így örömteli volt a könyvbemutatónak platformot biztosítani. Régebbről ismertük őt már, hiszen tartott itt koncertet, mert tárogató művész is egyben ő, illetve legutóbb tavaly nyáron a kisapostagi augusztus 20-ai ünnepségre az ő közreműködésével érkezett meg a Szent Korona másolata. Meg más körökből is ismerjük egymást, hiszen fontos nekünk is az, hogy a magyar értékek és a magyar kultúrához kapcsolódó ismeretek az mind többünk számára hozzáférhető legyen, és mindezeket átadjuk, továbbadjuk, és így hirdettük meg ezt a lassan bőjti délutánt itt a templomunk gyülekezeti termében. A lelkész szerint az ehhez hasonló programok egy fontos törekvést segítenek. Igyekszünk ezt a fajta missziós küldetésünket is, vagy feladatunkat is ellátni. Elsősorban nyilván ez az evangélikus templom, de mindemellett
más egyéb kultúrával kapcsolatos missziónkat is nagy szeretettel ellátjuk, úgyhogy kiki, aki az evangélikus templomba szeretne körülnézni, mindig nyitott ajtókkal várjuk, hol egy előadásra, hol egy koncertre, hol egy kiállításra, és hát természetesen minden vasárnap az Isten tiszteletre is. Ismét egy érdekes program zajlott tehát az evangélikus templomban. Vesztergán Miklós munkásságáról az online térben is tájékozódhatnak az érdeklődők. Élményekben gazdag, kutyás, farsangi elfoglaltságra várták az érdeklődőket a Petőfi-ligetben a hétvégén. A Télűző Mulatság, a Dunadog Center, a Dunakid Center és a Dunadog Kutyás Sport Egyesület szervezésében az önkormányzat közreműködésével valósult meg. Egy kifejezetten a családoknak szóló farsangi mulatságot szervezett Cibere Cecília és a Dunadog Center csapata a hétvégén. A programnak a Petőfi-liget biztosított helyszínt, ahol a résztvevő családok különböző játékos, műveltető és ügyességi elfoglaltságokon vehettek részt. A programokat kutyusok is színesítették, a fő cél pedig a szórakozás és az edukáció volt. A helyszínen Cibere Cecíliával beszélgettünk. Ezen a rendezvényen a Dunadog Center alapítvány a főszervező, emellett a Dunakid Center és a Dunadog Kutyás Sport Egyesület összefogásából alakult ez a rendezvény. A helyszínt a Dunajvárosi Megyei Jogú Önkormányzat biztosította számunkra, úgyhogy így ez egy nagyon kedvező helyzet. Célunk szerint mindenféleképpen a 2-3 éves korosztálytól vártunk mindenkit, aki gyerekkel szeretne kimozdulni és programon részt venni. Alapvetően a beöltözés is cél volt, hiszen farsangról beszélünk, de nem akartunk egy ilyen átlagos farsangi bulit szervezni, hanem azt szerettünk volna, hogy a családok együtt dolgozva mozogjanak egy kicsit, így az egész Petőfi-ligetet keresztül kasul be fogják járni 5-6 alkalommal a mai egy óra alatt, amíg itt a programot megszerveztük. Az állomások műveltető feladatokból állnak, illetve ügyességi feladatokból, rejtvényeket kell megoldani, puzzle-t kell kirakni, kutyával kell feladatokat csinálni, hogy próbáltuk komplexre megcsinálni ezt az egész rendezvényt. Mi is meglepődtünk, nem kutyás családok jönnek elsősorban, hanem inkább azok, akik már találkoztak velünk mondjuk az óvodában, vagy az iskolában, és megszerették a kutyáinkat. Tehát nagyon sokan azért járnak vissza, mert van egy-egy kedvenc kutyájuk a csapatból, és mindig azt várják, hogy ezekkel a kutyákkal tudjanak itt találkozni. A szakember szerint fontos, hogy az ehhez hasonló rendezvényeken megmutassák az embereknek, érdemes többet és jobban foglalkozni a kutyákkal. Azt gondolom, hogy a mai nap folyamán már főleg így el is mondhatjuk azt, hogy annyira rengeteg kutya van a társadalomban, hogy velük jól kell tudni viselkedni, és az érzékenyítés szerintem egy nagyon-nagyon fontos feladat, és ezeken a programokon próbáljuk azt megértetni a szülőkkel is, hogyha a kutyákba energiát fektetnek, akkor tudnak így is viselkedni, és el lehet vinni bárhova őket, mert sajnos még mindig az a tapasztalat, hogy nagyon sok kutyás, vagy kutyával rendelkező család mondjuk nem tud valahova elmenni a kutyája miatt, vagy éppen feszélyezi őket a kutyának a jelenléte. Ehhez kapcsolódik, hogy városi környezetben az állatoknak megpróbáljanak a gazdik változatos elfoglaltságokat nyújtani. Cibere Cecília szerint az a tapasztalat, hogy sokan a hétköznapokban csak 2-3 alkalommal tudják levinni a kutyákat mozogni, szórakozni. Nem csak az embereknek, az állatoknak is fontos, hogy elkerüljük a monotonitást. Erre is meg kell tanítani a gazdikat. Az alapvető társadalmi normánk az, hogy a kutyának a kertben van a helye. Tehát innen indulunk, innen bekerült egy városi lakásban, ahol mondjuk a 8-9 órát dolgozó ember leviszi ha napi 3-szor ugyanabban az időpontban, ha tudja a kutyáját, és ez a kutyázás. Tehát azt gondolom, hogy ez nem kielégítő maximum a gazdának, mert a társadalmi igényét kielégíti, hogy valakivel tud beszélgetni, amíg leviszi a kutyáját, de ez a kutyának nem jó. Tehát mindig ugyanazt csinálni egy idő után mindenkinek unalmas lenne. Úgyhogy én azt gondolom, a kutyával való jól foglalkozás azt jelenti, hogy elmegyünk vele túrázni, elmegyünk vele mindenhova tudjuk, elvisszük, ha éppen nem feszélyez minket, vagy ha akarjuk és tudjuk, akkor sportolunk vele hobbi szinten, versenyszinten, vagy kutyaiskolába hordjuk. Cibere Cecíliával és csapatával, és persze a kutyusokkal is, legközelebb március 18-án 14 órától a Napi Egyenlőség ünnepén találkozhatnak az érdeklődők az evangélikus templomban. Településtörténeti sorozatunk újabb állomásához kalauzolta el stábunkat Kronász Margit történész muzeológus. Ez alkalommal a Sándorházán található Sigrai Kúria történetét ismerhettük meg.
Ismét egy elhagyatott, ám annál jelentősebb történelemmel rendelkező épületet ismerhettünk meg Kronászt Margit történész muzeológus jóvoltából. Az úticél Sándorháza volt, ahol magányosan áll az elhagyatott Sigrai kúria, a terület, ahová kúriát építették, a Mondbak családhoz köthető. Mondbak Károly tulajdonának ezt a részét fia, Mondbak Sándor örökölte, s egykoron Sándor pusztaként ismerték. Később több tulajdonosa is volt, míg végül Bátori Sigrai Pál vásárolta meg. Ugye a Sigrai kúriát Sándorházán találjuk, úgyhogy érdemes egy kicsit megvizsgálni azt, hogy honnan is kapta ez a terület a nevét. Ugye korábban már foglalkoztunk a Mondbak családdal, illetve a főutcán található kúriájukkal. És ugye Mondbak Károlynak három fia volt, egyikük Sándor, aki az apja halála után megörökölte a Dunapentelétől nyugatra lévő területeket, ezt a területet, ahol most állunk, és már az 1860-as évek közepén Pesti Frigyes helység névtárában szerepel, mint Sándor puszta. Ő is így hívta, a térképek is így jelezték, illetve a helybeliek is így nevezték ezt a területet. Pesti Frigyes szerint Mondbak Sándor uré a terület, illetve egy ilyen kisszerű lak található itt. Későbbiekben bérlők nevét ismerjük, például az 1870-es években Pfeffer Imre lakott az épületben, gazdálkodással foglalkozott, később azonban tönkrement, a források szerint a gazdasági épületek leégtek. Az 1880-as években egy ügyvéd vette meg a birtokot, illetve a hozzátartozó lakóépületet, majd pedig 1898-ban cserélt újra gazdát a terület, ekkor körülbelül 630 katasztrális hold földdel rendelkezett, és ekkor vette meg Bátori Sigrai Pál, akinek egyébként Pesten is lakása volt, több egyesületben, egyletben szerepet vállalt, és magának a családnak a története is több száz évre menőleg visszakövethető. A Sigrai család nagy múltra tekint vissza. Több forrást is találtam, mindegyik arról szól, hogy már az 1200-as évek második felében fennmaradtak írásos említései a családnak, később szakadtak három ágra. Mi itt ugye a Bátori Sigrai ággal foglalkozunk, nemesi címet elnyertek, címerhasználati jogosultságuk volt többek között, tehát tényleg láthatjuk, hogy egy fontos családja voltak az országnak, és mindegyik ágról tudjuk, hogy közügyekben, jótékonykodásban aktívan szerepet vállaltak. Ahogy említettem, Sigrai Pál is több tisztséget vállalt egyesületekben, egyletekben többek között, illetve Pentelén is kivette a részét a közéletből, például az ő nevéhez köthető a református egyházközségnek a megszervezése, amelynek a későbbiekben egészen a haláláig betöltötte a főgondnoki tisztségét is. Sigrai Pál életében az épület még vélhetően nem így nézett ki, hiszen fia, dr. Sigrai Béla kezdte jelentősen átépíteni, fejleszteni. Az általa finanszírozott beruházások nyomán nyerte el a végleges formáját. A kúria egészen a II. Világháborút követő államosításig az ő tulajdonában volt. A kastély lexikon forrásai szerint Sigrai Béla építette, dr. Sigrai Béla, az előbb említett Sigrai Pálnak a fia. Azonban ugye azt már láthatjuk, hogy már korábban is volt itt egy épület, annyi bizonyos, hogy Sigrai Béla különféle átalakításokat, bővítéseket végzett az épületen, az ő nevéhez köthető például a fürdőszobáknak a kialakítása, különféle kocsiszínekkel, állattartóhelyekkel, illetve növénytároló, terménytároló egységekkel bővítette a gazdaságot. Egészen az 1945-ös államosításig az ő tulajdonában volt az épület. A világháború után az épület több célt is szolgált, legalábbis többen tervezték hasznosítani. Egy-egy feladatkört ugyan be is töltött, de végül nem kerülhette el a sorsát. Miután a tervezett projekteket végül abbahagyták, vagy el sem kezdték, tulajdonképpen már nem használja senki. Annyi bizonyos, hogy az 1945-ös államosításig dr. Sigrai Béla tulajdonában volt az épület, ekkor több ötlet is felmerült, hogy hogyan hasznosítsák, például tanyasi iskolának és óvodának javasolták, aztán felmerült az az ötlet, hogy munkásüdülőnek alakítsák át, ez nem valósult meg. Azt tudjuk, hogy 1948-ban egy vasutas lakott az épületben, valamint a Magyar Dolgozók Pártjának egy párthelyiséget rendeztek be, a későbbiekben pedig büntetés végrehajtási célokra alkalmazták, így szól a kastély lexikonnak a forrása. Azt találtam, hogy irodákat alakítottak ki, tehát adminisztráció működött itt, illetve lakásokat rendeztek be, és az itt dolgozóknak a családjai éltek benne. A Sigrai kúria tehát azon létesítmények sorát erősíti, amelyeket településtörténeti emlékként tarthatunk számon, s méltók az emlékezésre. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten egy új összeállítással jelentkezünk. Viszontlátásra!
készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.